Pátosznak helye nincs. Vesztettünk, s ez tény. Szükségből lehet ugyan, de ne legyen erény. Ne mondjuk azt, mi vagyunk az áldozat, a nagy közös bűntényben a halott, kit rabatalára fektetett a félvilág, s lám mégis feltámadhatott. Ne mondjuk azt, hogy kellett, hogy megérdemeltük. Az se, hogy így a jó. És az se, hogy számunkra már elment, végképp elment-e hajó. Csak vessünk számot okosan. Lehet, túl nagy volt már nekünk az a ruha, túlon túl megkarcsúsított bennünket a nagy történelmi fogyókúra. Lakatos Mihály Trianon 100 című versét a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára írta. Az irodalmi jelent folyóirat felkérésére. Nem volt nehéz dolga, mondja, mert mindig is foglalkoztatta a magyar nemzet egyik legnagyobb traumája, amelynek eredményeként Magyarország elveszítette területének a kétharmadát, népességének közel háromnegyedét, beleértve Mihály szülőföldjét, Erdélyt is. Kedves barátnőm, költőbarátnő Varga Melinda keresett meg, hogy nem írnék én is valamit ebből az alkalomból. És ugye, mivel tudjuk, hogy minden erdélyi ember lelkében mélyen rezonál ez a trianoni dolog, így természetesen nem esett nehezemre, hogy vállalkozzam erre a feladatra, és akkor írtam így végül, és ott is jelent meg először az irodalmi jelen évfordulós összeállításában. Vesztettünk mi már földeket itt-ott a világban, s nyertünk is helyettük újakat. Volt erőnk mindig belakni az újat, és felhúzni rá házat, s várakat. Tettük, mit kellett, vagy lehetett, vontunk és léptünk is át már határt. Hiába kisportolt nemzet vagyunk, mely önmagában hordja a hazát. Ó, trauma volt persze Trianon, fájó, méltatlan, s oly ostoba. Maga a géniusz Locsi üzente, lásd, tri és non, válasz csak egy lehet, nem, nem, soha. Eleink dacoltak is, keserves, dühött hévvel, erőt nem vesz rajtunk az ármány. S vágtattak nyomán egy csodaszínű vadnak, majd kiderült, nem szarvas az, csak szivárvány. 100 év ment el, rajtunk vagy mellettünk, s a ma rút esztendő is, ma már történelem. A három nem, lehet végképp a múlté, ha miénk a jövő, az időtelen. A három nem, mától három igen legyen, de lehet 4-5, 6 is akár. A lényeg, mindegyiket egy-egy gyermeket, s magyarul hordozza ajakán. Lakatos Mihály Székelyudvarhelyen született 1964-ben. Az irodalom iránti vonzódása olyan formában jelentkezett nála, hogy mivel szülei nem olvastak neki annyit, amennyit szeretett volna, ezért még iskolás kora előtt megtanult olvasni. Óvodás voltam, de volt egy kedvenc állattankönyvem, amiben az összes állatnak tudtam a nevét, de nem csak úgy általánosságban, hogy galamb vagy tehén, hanem a fajtájukat, tehát amit ábrázolt, kinyitották nekem, és én megmondtam. És természetesen manapság mára már ebből semmit nem tudok, tehát már fiatal felnőttként sem emlékeztem, de akkor ez így ment. Általános iskolás korában Mihály rendszeres látogatója volt a székelyudvarhelyi könyvtárnak, ahol falta a könyveket. Szinte mindent elolvasott, amit ajánlottak neki, és itt meg kell említenem, hogy az én édesapám, illetve édesanyámról van szó. Ők voltak azok, akik eligazították a kis Mihályt az irodalom nagy tengerében. Az első könyveket anyukád adta a kezembe, és hát emlékszem, hogy a legboldogabb pillanatok gyerekkoromban azok voltak, amikor bevehettem magam az udvarhelyi könyvtárba, és ott könyveket végigböngészni, kiválasztottam 6-7-et,
és azt megengedték a könyvtárosok, mert látták, hogy el is olvasom őket, ugye, mert elvileg csak 2-3-at lehetett volna elvinni egyszerre. De hát, hogy ne járjak annyit, 6-7 könyvet mindig elvittem, és akkor a szatyorral aztán jelentkeztem. És még emlékszem, hogy volt egy olyan pillanat, amikor anyukát közölte velem, hogy most már a gyerek részlegről mindent olvastam, tehát már nincs, amit adhatna, hogy akkor nézzem meg a nagyobbaknál, hogy milyen könyvek vannak. És ott édesapád ajánlott könyveket, hogy na, kezembe adta, hogy ne ezt például érdemes elolvasni. A rengeteg olvasás után Mihály írni kezdett, főleg verseket, amelyeket a bukaresti székhelyű Ifjú Munkás című lap kulturális rovatának elküldött. Lázár László szerkesztőnek. Emlékszem, hogy úgy lestük, hogy jöjjön a válasz az Ifjú Munkás rovatában. Mindig külön rovat volt, ahol megválaszolta a beküldött műveket. És akkor úgy kezdődött, hogy eleinte írta, hogy megkaptam, még dolgozzon, és küldjön még. Küldtem, aztán egy idő után leközölt egy versszakaszt ott a válaszrovatban, tehát nem a főhelyen, ahol mindenki szerette volna, a válaszrovatban, hogy na ez a szakasz biztató, küldjön még. És akkor az ember ugye még küldött, aztán eljött az a nap, amikor emlékszem, hogy hát nagyon boldog voltam, az örömtől nem is tudtam aludni jószerivel akkor éjszaka, hogy írta Lázár László, na elérkezett a pillanat a bemutatkozáshoz. A legendás bemutatkozást követően Mihály 3 verse megjelent a lapban. Óriási dolognak számított ez, főleg 1988-ban. Arról nem is beszélve, hogy ezekkel a versekkel a fiatal székelyföldi költő palánta elnyerte Románia úgynevezett debütdíját is. Ezért elhatározta, hogy beiratkozik a Kolozsvári Egyetem magyar-francia szakára, ahova bárcsak 7 hely volt akkoriban, Fekete Vince költő barátjával valahogy mégis felvételt nyertek. Olyanok jutottak be ide, mint Vida Gábor, ugye, aki ismer, regényíró, azóta látószerkesztője, Sánta Attila, úgy szintén író, költő, újságszerkesztő, Vince, meg én, meg a többieknek is, Fazekas Emese, ugye, aki akkor még költőként is működött, de azóta már nyelvész a Kolozsvári Egyetemen, tehát el lehet gondolni, hogy ez egy tényleg egy ilyen jól megválogatott társaság volt. Mihály az első fél évet még jóformán el sem végezte, amikor a romániai rendszerváltás mindent a feje tetejére borított. Hirtelen megteltek az osztályok. Ők pedig azt írhattak, amit csak akartak. Szép időszak volt, emlékszik vissza. És így aztán összekerültünk ugye mindannyian Kolozsváron, akik hát zömében írtak is ezek az emberek, vagy legalábbis nagyon sokan, és így indult az 1990-ben pontosan a 90-es nemzedék. Tehát ott akkor kaptunk közlési felületet, Szilágyi Pista bácsi, a Helikon főszerkesztője, ugye külön adott nekünk 4 oldalt, ami fölött mi diszponáltunk, azt mondta, és ez így is volt, hogy nem szól bele, amit mi akarunk, azt hozunk le. Ez volt a Serény Múmia betét. Ettől kapta a társaságunk a Serény Múmia nevet, és közben elindult egy másik folyóirat is, az Előretolt Helyőrség, ugye ugyancsak azokban az években, azt mondjuk 91 vagy 92-ben Orbán János Dénes és Sánta Attila felügyeletével, úgyhogy rengeteg publikációs fórumot kaptunk, szóhoz jutottunk, és akkor megnyíltak ugye az anyaországi lehetőségek is. A kolozsvári évek után Lakatos Mihály Magyarországra került, ami szintén nem volt véletlen. Úgy szoktam mondani, hogy a sors lecsapott rám a házasság formájában. A Kolozsvári Egyetemről kiküldtek harmadéven egy fél éves részképzésre a Szegedi Egyetemre. Hát akkor József Attila Egyetem, Tudományegyetem volt a neve. Sok szép lány volt az egyetemen. Szerelmes lettem az egyikben, ennek házasság lett a vége. Összeházasodtunk, és így történt, hogy Szegeden fejeztem be az egyetemi tanulmányaimat, és ott kezdtem el a PhD-t a magyar szakon. Mihály időközben befejezte az egyetemet, ahol előbb kollégiumi tanár, majd igazgató lett. Szép 10 évet töltöttem Szegeden. Nagyon szerettem azt a várost, a jó környezetbe pottyantam,
Tehát azt mondom, hogy a Jóisten kísért az utamon, mert tehát semmiféle atrocitás nem ért, mint határon túl itt, pedig érhetett volna. Tehát ugye voltak olyan közegek, ahol ezt nem nézték jó szemmel az erdélyeket, meg, de ismerjük a történetet. Egyfajta bizonyos mentalitás akkor még éppen a teljében volt, ami mára azért úgy nagyjából, nem is teljesen, de azt mondhatjuk, hogy a múlté. Ábel úgy emlékszik rá, mintha ma lett volna. Ültek várandós feleségével a tévé előtt, miután elbaktattak a közeli iskolába, és gondosan beixelték az igent. És várták az eredményeket. És az eredmények jöttek. Bár ne jöttek volna. Mert kiderült, hogy a nagy cserben hagyta a kicsit. A nagy attól félt, hogy a kicsi eleszi előle a... mit is? A kenyerét? A húst a szendvicséből? A nagy nem akart ingyen élő kicsit a nyakába. Nem akarta kigazdálkodni a havi 20 000 forintot a konyhapénzből, amivel állítólag az igen került volna. Sem addig, sem azóta nem számolta ki senki ennyire fillérre pontosan, hogy mibe kerülne a nemzeti összetartozás. A nemzeti összetartozás per hó per család. Magyar Állampolgárság című esszéjében Lakatos Mihály a 2004. december 5-i elutasító népszavazás következményeit saját családján keresztül mutatja be. Mindig elérzékenyül, ha kezébe veszi az írást. Vacsora közben váratlanul megszólalt. Meglátjátok, még ebben az évben magyar állampolgár leszek. Ábel döbbentem nézett rá. De hogy a napám, hiszen látja, és miért olyan fontos az magának? Az is csak egy papír. Nem, hajtogatta Makacsú, meglátjátok. Ábel ráhagyta. Egy hét múlva megszületett a kis unoka. Együtt babusgatták, dédelgették 10 napig. A 11. napon az apja infarktus kapott és meghalt. Alig túl a 60-on. Nem szállították haza, itt temették el, a rákospalotai temetőben. A magyar hatóságok anyakönyvezték az egykori román állampolgárt, akinek lám igaza lett. Magyar állampolgár lett. Immár örökre. Lakatos Mihály a versek mellett prózát is ír. Sokat fordít, főleg román nyelvből magyarra. Mindenképpen érdemes elolvasni az általa fordított Johann Grosan regényt, amelynek az a címe, hogy Vászlúj megye a nátóra gyúr. De ugyancsak hozzá köthető a nyírő hagyaték feldolgozása is. Közel 2 évtizede ő az Emmi kulturális államtitkárságának az osztályvezetője. A határon túli, tehát az Összkárpát-medencei kultúrának az ügyeivel foglalkozom, tehát a teljes spektrumot beleértve a közművelődéstől a könyvtárügyön, a könyvkiadáson keresztül a színházakig. Nyilván ez az idők folyamán artikulálódott, tehát a tevékenységi spektrum hol szélesedett, hol szűkült, tehát beléptek a képbe más intézmények, úgyhogy ma már kicsivel szűkebb ez ez az ügy spektrum, amivel foglalkozunk. Foglalkozom én személyesen, mert mások továbbra is, például a színházi és a hivatásos táncegyüttesek ügye az elkerült tőlünk, tehát én minden egyébben foglalkozom, ami ezen kívül van, tehát mondtam közművelődés, könyvtár, könyvkiadás, és kidolgoztam jó néhány projektet, Összkárpát-medencei projektet, amik meglehetős sikerre zajlanak ezekben az években is.